Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, miniszterelnök úr, először is engedje meg, hogy gratuláljak önnek, el kell ismerni, van valós teljesítmény ön mögött a mai nap, hiszen 25 percen keresztül rezzenéstelen arccal elmondani ezt a beszédet, azt gondolom, hogy kifejezetten nehéz lehetett. Ugyanazt már személyesen öntől tudjuk, hogy mi is és az egész ország, hogy főleg kampányban nem szabad odafigyelni arra, amit mond, arra kell csak figyelni, amit csinál, és azt gondoljuk, hogy így van az elmúlt 4 évnyi kormányzásával is. Engedje meg, hogy mégis a beszédével kapcsolatban is reagáljak egy-két dologra, hiszen volt néhány komoly félretájékoztatás, és néhány dolgot talán ki is hagyott. Az első például, amit kihagyott, az az államadósság és az elleni harcának a végeredmények, miniszterelnök úr. Ami úgy néz ki, hogy ezt a harcot csúnyán elbuktuk, sajnos, az egész ország, hiszen nagyobb ma az államadósság, mint 2010-ben volt, amikor átvette a kormányzást. Úgy, hogy mindeközben 3000 milliárd forintnyi 3 millió ember 10 éves nyugdíj megtakarítását vették el és tapsolták el, anélkül, hogy tudnánk, hogy akkor ez a pénz hova tűnt. Ugyanígy jó lett volna hallani valamit a forint árfolyamról, és nem csak azért, mert aktuális miniszterelnök úr, hanem azért, mert a devizahitelezés legnagyobb problémája az, hogy az önök hiteltelen gazdaságpolitikája és hiteltelen politikusai miatt 70%-a nagyobb törlesztő részletet fizetnek az emberek azért, mert a forint árfolyama olyan, amilyen 2010-hez képest. Mindenféle különösebb varázslat és törvénymódosítás nélkül ezt egy hiteles gazdaságpolitikával meg lehetett volna akadályozni. A pénztárgépek tekintetében, miniszterelnök úr, azt csak egy személyesen szeretném javasolni önnek, hogy ha egy mód van rá, a parlament falain kívül az emberek között ezt a témát ne hozza föl, nem biztos, hogy fel van rá készülve, hogy milyen reakciót vált ki azokból az emberekből, akik ezzel az üggyel konkrétan és személy szerint találkoztak az utóbbi hetekben, hónapokban. Az adóbevételek tekintetében pedig elfelejtette elmondani, miniszterelnök úr, hogy a rendszerváltás óta a legtöbb adót bevezető kormány az öné, és azt is elfelejtette elmondani, hogy a legtöbb adóbevételre szertevő kormány is ebben az összefüggésben az öné. De az ország tragédiája leginkább az, miniszterelnök úr, valóban, amit ön csinál, illetve amit ön nem csinál. Hiszen talán nem az a legnagyobb gond, hogy önök önteltek és erőszakosak. Bár kétségtelen ezzel sem lehet hosszú távon többséget szerezni egy országban. Az igazi gond, azt gondoljuk, hogy az önteltség és erőszakosságukhoz nem párosul a hozzáértés szikrája sem. Ön Matolcsi Györgyre bízta ennek az országnak a gazdaságát, miniszterelnök úr, majd most a forintot. Köszönjük, látjuk az eredményét. Ön Hofman Rózsára és Pintér Arankára bízta a közoktatás szétverését. Köszönjük, hiánytalanul elvégezték a munkát. Ön Tordján József után már megint ügyvédekre bízta a mezőgazdaságot és a vidék Magyarországát, miniszterelnök úr, és Fazekas Sándor és Budai Gyula után ismét kármentésre lesz szükség ezen a területen. Vagy gondoljunk csak a Szócska Miklósi értelemben vett egészségügyről, Balogh Zoltán és a kultúra kibékíthetetlen kapcsolatáról, vagy Lázár János trafikügyi uniós pénzekkel fel nem használásában jeleskedő államtitkáráról. Sokan csodálják önt, miniszterelnök úr. Sokan csodálják, hogy hogyan tudta elfoglalni és leépíteni a demokratikus intézményeket, az alkotmánybíróságot, az állami számvevőszéket, a választási szerveket. Hogyan süllyesztette a magyar közmédiát egyszerű pártpropaganda eszközzé, hogyan teszik tönkre a valódi civil szervezeteket. Hogy milyen mesterien használták a Magyar Országgyűlést a korrupciós ügyeik legalizálására, vagy épp a nyomozó hatóságokat ezen ügyekhez való falazásra. Én vitatkozom ezekkel az emberekkel. Szerintem ebben semmilyen csodálatos dolog nincs, vagy éppen mesteri. Egyszerűen gátlástalanság kérdése, amit itt láttunk az elmúlt 4 évben. Tisztességes demokrata ugyanis akkor sem csinál ilyet, ha erre a jogi lehetősége, hívjuk ezt kétharmados felhatalmazásnak, ha erre ez a jogi lehetősége fennáll, akkor sem, miniszterelnök úr. Végezetül, tisztelt országgyűlés, a lényeg, hogy miért is fogják magukat leváltani az emberek április 6-án. A szinte felfoghatatlan mértékű és méretű korrupció, a demokratikus játékszabályok felrugása, a politikai kizárólagosságra való törekedés, legyünk őszinték, ma valóban már sok millió polgártársunkról egyszerűen lepereg Magyarországon. Önök azért alkalmatlanok az ország vezetésére, mert mindezen tettük közben nem jutott idejük, hogy a magyar emberekkel és az ő életükkel foglalkozzanak. Azért vannak bukásra ítélve, mert 4 évnyi kétharmados kormányzások eredményeként ma Magyarországon minden második ember létbizonytalanságban él. Mert másfél millió ember, másfél millió honfitársunk nyomorog,
mert naponta 500 000 gyermek éhezik. Mert a középosztályban lévők rettegnek a leszakadástól, és minden okuk meg is van rá, ha önök maradnak kormányon. Mert miniszterelnök úr, ön köcsén világossá tette, hogy ön ilyen világot akar, ahol egy szűk elit korlátlanul gazdagszik, és a törvények felett áll. Azokról a milliókról pedig, akik képtelnek magukért kiállni, és sorsukon önerőből fordítani, ön végleg lemondott. Nekik marad a csendes nyomor, az elzárás, vagy a külföldre menekülés. Ezért alkalmatlanok és méltatlanok önök úgy, ahogy vannak ennek az országnak a vezetésére. Ezért fogják önöket leváltani, mert erővel el lehet venni mindent az emberektől, majdnem mindent. Az önbecsülésüket és az önérzetüket biztos, hogy nem. És április 6-a után elfoglalja majd a helyét a 4. Magyar Köztársaság, amely otthont, biztonságot, megélhetést biztosít majd minden polgárának. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.